nagyon az elejét, kezdeném, akkor úgy néz ki, hogy összen törvényszemben van a törvényszerkapó ületezik. Nagyságrendileg 15 éve alakultak ők meg, és mi nekik vagyunk a leányi ületezeten, mi 4 évvel ezelőtt alakultunk meg, mint Észak-Pesti alakú ületezet. Minket Isten Észak-Pestre irányított, és Rámos Palotán kezdtük a úgymond a gyülekezeti pályafutásunkat. A Martinovics Ignác utcában volt a 15. kerületünk egy ilyen emeleten kialakított kis gyülekezeti kárházrész, és hát ezt hála Istennek kinőttük, viszont mindenképpen maradni szeretünk volna Észak-Pesten, és hiszük azt, hogy Pesten van a helyünk, és tulajdonképpen az fontos megemlíteni, ez nem csak az Észak-Pesti alapú gyülekezetnek az egyszemélyes projektje, ez a 7-7 Újpestért, egy ilyen fesztivál sorozat tulajdonképpen, amiben benne vagyunk, ez április 25-ével kezdődött, akkor vasárnap volt egy Unko fesztiválrész, fellépett két keresztény zenekar is, és tulajdonképpen onnan indítottuk el, itt a Agapé ház címszó alatt vagyunk, indultunk el április 25-ével, és igazából különböző programokkal szeretném megszólítani az újpesti lakosokat. Nem a program a célja, tehát azt szeretném hangsúlyozni, hanem a programot eszközként szeretnénk használni, hogy kapcsolatokat tudjunk kialakítani emberekkel, valóságos problémákat, betöltöm valóságos problémák mentén hoztuk létre ezt a programsorozatot, és ami számomra egy fantasztikus dolog az, hogy tulajdonképpen több gyülekezetnek, kisebb közösségnek a programja, és igazából mi egy részét vagyunk csak ennek a program sorozatnak, és néhány dolgot azért megemlítenék, tehát van nekünk ilyen, hogy kávéház, ez szerdától szombatig van, szerda délután 5 órától működik naponként este 10 óráig. Ez igazából egy ilyen lehetőség arra, hogy emberek beüljenek, beszélgessenek, kicsit eszmét cseréljenek, elfogyasszanak egy üdítőt, és Ripi Ropi mellett. És igazából ilyen különböző programjaink van, csak néhányat említeni, mint például minden is masszírozás, ezt képtünk mindenképpen, ez ma is folyik. Akkor van ilyen magzatvédő program, ahol a kiáltási díjleti olyan fiatal anyáknak próbál segítséget nyújtani, akik válságterhességen mentek keresztül, vagy a magzatokat elvesztették ilyen olyan szerint véget miatt, és ezeknek próbál kapcsolatos gyakorlati tanácsokkal szolgálni ez a program. Akkor van úgynevezett a vállalkozó, ami pedig arra van kitalálva, hogy azok a nehéz házasságban, vagy vállalkozó dolgozó személyeknek nyújtson egy olyan valóságos lelki szolgáltatást, amivel meg tudják könnyíteni, hogy fel tudják dolgozni azokat a traumákat, amik visszamaradtak adott esetben egy vállásból, vagy esetleg olyan segítséget tudjanak nyújtani embereknek, akik még csak fontolgatják a vállásuk a lehetőségét, hogy egy kicsit újra gondolni az egészet, és kicsit a keresztény életét rendre építkezve segítséget nyújtani az embereknek. Aztán vannak ilyen zenés színházi előadások, volt itt például a Jánkim Stúdió 3 héttel ezelőtt, egy nagyon jó, kellemes kis műsort adott. Aztán különböző koncertek, ilyen könnyűzenei, keresztény könnyűzenei koncerteket is szeretett. Volt itt például a Résztek kérdés, keresztény együttes, akik a másodolás koncertek. Aztán a
fiataloknak volt pénteken egy rakéti bajnokság, az épület előtt tartottuk, illetve ez a tínédzser korosztálynak elsősorban, és másfelől pedig az egész kis gyerekeknek pedig a vibrálóban tulajdonképpen így működik, próbálunk a szülőknek olyan segítséget nyújtani, ami hát valamint van ez a gulyás part, amiket szeretnék kedveskedni az új testvéreknek. Hát elég színes programmal próbálunk az utasztalmasok felé kilépni. Az lenne a kérdésem, hogy a megítélésed szerint a mostani úgynevezett felgyorsult világban a vallás, az úgy érzem, én úgy érzem, hogy nagyon háttérbe szorul. Neked erről mi a véleményed? Én azt gondolom, hogy Istennek van egy kis kenete, az egész világban nézni. Én azt gondolom, amit mondasz, az igaz. Sajnos azt kell mondanom, hogy maga a vallás, a vallásosság egy picit hiteltelenné volt a világ számára az utóbbi időben. Valljuk be őszintén, hogy elég sok alapja is van ennek a dolognak. De minden esetben akkor is azt mondom, hogy azt gondoljuk, nem csak én azt mondom, hogy igenis van létjogosultságnak, mert ahogy említed is, ez a felgyorsult világ egyszerűen nem teszi lehetővé, hogy valóságos életet élni, csak kizárólag is mennek a megnyújtó kegyelmehoz, és a Biblia által megfogalmazott értékeket állva, a szerint lépkedve haladva próbáljuk megélni a mindennapjainkat. Értem. Következő kérdésem, hogy láttam ezeket a plakátokat. Elmagyaráznád ezeket a plakátokat nekem? Szóval láttam, hogy itt a plakátok a különböző programok vannak. Hogy programai nyilvánulások meg egyebek. Ezt szeretném, de hogyha kimennénk a terembe, úgyhogy ilyet lehet-e csinálni. Persze.